Aszfaltos utak még határidő előtt befejezték a munkát újabb három szakaszon. Tanévkezdés. A rendőrség is segítette a közlekedésben résztvevőket szeptember 1-én. Szezonzárás. Hétvégén zár a parkfürdő, mintegy 190 ezer vendéget fogadtak idén. Híradó a Nyíregyházi Televízióban. Jó estét kívánok! A határidő előtt elkészült újabb három utca aszfaltozása, a futó közben a Hadik utcán és a Bújai téren befejeződtek a munkálatok. Az elmúlt években több száz utcán sok-sok kilométernyi szakasz kapott aszfaltburkolatot Nyíregyházán, ennek eredménye, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő utcák több mint fele korszerű, könnyen és biztonságosan járható. Még 2020 végén az országban egyedüliként kapott Nyíregyháza egy 5 milliárd forintos támogatást az utcái felújítására a belügyminisztériumtól. Ennek köszönhetően lakóutcák kapnak aszfaltburkolatot a város minden részén, hogy biztonságosan tudjanak közlekedni az ott élők bármilyen időjárási körülmények között. Az önkormányzat várta az úgynevezett utcabiztosokat 2021 elején, hogy közös munka eredményeként elkezdődhessenek a beruházások. A korszerűsítések 2022-ben is folytatódtak, többek között a futó utcából nyíló futó közben. A futó közben állunk, ahol 165 méter hosszan, 4 méter szélességben csapadékvíz elvezetéssel épült meg az új aszfaltút. Látható, hogy másfél méter széles szegőt is kapott ez az aszfaltút. Fontos elmondani, hogy rendezett tulajdoni viszonyok mellett lehetett hozzákezdeni mind a tervezéshez, mind pedig a kivitelezéshez. És fontos az is, hogy a lakosok kérésére az útépítéssel együtt megszüntettük azt az átmenő forgalmat, amit terhelte korábban is a futóközt, azaz mindkét irányból zsákutcává tettük a futóköz útszakaszát. A belügyminisztérium két évvel ezelőtti támogatásának természetesen komoly előzménye is volt, hiszen a városvezetés 2013-tól a tartalékok egy részét minden évben az utak aszfaltozásához szükséges kiviteli tervek megrendelésére fordította. Ezeket támogatta a kormány, így épülhet, illetve épülhetett az elmúlt hónapokban ennyi aszfaltos út a város számos pontján. 2021-ben például 18 utcát érintett a felújítási program, mondta dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere a szerda délutáni sajtótájékoztatón. Részben az 5 milliárdos, részben más forrásból, mert ugye mi mindenre pályázunk, amire lehet, annak érdekében, hogy javítsuk az útjaink állapotát, és ennek igazából az egyik ütemét jelenti az, ami most folyik. Ez azt jelenti, hogy 20 utcát aszfaltozunk le, földútból aszfaltozott le, ennek egyike itt a futóköz, és emellett meg négy fontos útnak, nagy forgalmú útnak a teljes felújítása van folyamatban. Ez a Debreceni Luther, a Hunyadi, a Derkovics, tehát nagyon-nagyon fontos nagy forgalmú utak ezek. Ezzel nagyon nagyot lépünk újra előre, és ez a nagy előrelépés azt fogja jelenteni, hogy Nyíregyháza önkormányzati útjainak több mint az 50%-a november aszfaltozott lesz. Hát ezt tudtuk elérni a 10 év alatt, de ez egy nagyon nagy dolog, mert ez több száz utcát jelent, és sok-sok kilométert, amit sikerült elérnünk. Azt mutatja ez a viszonyszám, hogy ennyire rosszul állt Nyíregyháza. De most már azt gondolom, hogy ez nem mondható el, most már országos viszonylatban is kezdünk jól állni, de természetesen az a célunk, hogy ezt a programot folytassuk majd, és teljes körűvé tegyük. Jelenleg is folyik, és a tervezett ütemben halad a Megyfagömb Sátor utcák építése, amely várhatóan október elejére teljesen elkészül. A futóköz, a Hadik utca és a Bolyai tér építése már befejeződött. A Levél köz és az Acél utca kivitelezési munkái is hamarosan befejeződnek, és a műszaki átadás átvételi eljárások ezen utcák esetében szeptemberben megkezdődhetnek. Az 5 milliárdos program keretében kezdődött meg idén nyáron a Debreceni út, a Hunyadi, a Luther, a Kollégium, valamint a Derkovics utca felújítása, melyek várhatóan november végére készülnek el. Csütörtökön elkezdődött a 2022-2023-as tanév. Országszerte mintegy 1.200.000 általános és középiskolás ült be az iskolapadba szeptember 1-én. Nyíregyházán az intézmények közelében több helyszínen is a rendőrség és a polgárőrség segítette a biztonságos közlekedést.
Nagy volt a forgalom szeptember 1-én a reggeli órákban Nyíregyházán is, főleg az oktatási intézmények környékén. A nyári szünet véget ért, a diákok ismét visszaültek az iskolapadba. Az idei tanévkezdés napján a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság munkatársai a polgárőrséggel együttműködve demonstratív jelleggel segítették az iskolába érkezők biztonságos közlekedését, többek között az Elk Zoltán általános iskola előtt is. Nyilvánvalóan minden kezdet nehéz, plusz feladatunk abban nyilvánul meg, megváltozik a közlekedés struktúrája, megjelennek a közlekedésben a reggeli órákban a gyerekek, és egyszerre jelennek meg. Nyilván ez olyan feladatot jelent, hogy fokozottan vigyázni kell rájuk, és azért azt el szeretném mondani, hogy nem csak a kezdetek kezdetén, hanem folyamatosan, ahol a közlekedés biztonsági helyzet megkívánja, vigyázni fogunk, és eddig is vigyáztunk a gyerekekre. Azt is el kell mondanom, hogy nem vagyunk ebben a harcban egyedül, hiszen a polgárőrség is hatható segítséget nyújt ebben a feladatban. Több iskola előtt polgárőröket láttunk az elmúlt évek folyamán is, illetve látunk az idei év folyamán is. A rendőrség felhívja a szülők figyelmét, hogy a gyerekek hordjanak valamilyen fényvisszaverő ruházatot vagy kiegészítőt, akár az iskola táskájukon, hiszen az esős, ködös reggeleken a sötét színeket viselő diákokat nehezebben látják meg az autósok. Az alapvető kresszabályokat pedig jó lenne a legkisebbekkel is megismertetni. Már óvodás kortól elkezdjük a gyerekek oktatását a pedagógusok segítségével, hiszen arra kapacitásunk, hogy minden iskolában minden foglalkozás mi tartsunk meg, arra nincsen. A közeljövőben előrevetítve a dolgokat, el tudom mondani, hogy nagy valószínűséggel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is elindul egy úgynevezett KEVE program, ez a Közlekedjünk Együtt, Vigyázzunk Egymásra című program, amely első osztálytól egészen 8. osztályos korig átfogja majd a közlekedésre való nevelést, de nyilván ebben sem lehetünk ott mindenhol. Ehhez kérjük a szülők, elsősorban a szülők, és másodszorban a pedagógusok segítségét, nyilván a diákok együttműködésével. Országos szinten mintegy 1.200.000 általános és középiskolás ült be az iskolapadba szeptember 1-én. A diákok számára jó hír, hogy nem kell sokat várniuk az első tanítási szünetre. Október 29-től november 6-áig újra pihenhetnek majd az őszi szünetben, először november 7-én hétfőn kell majd iskolába menni. Az első fél év 2013. január 20-áig tart, a tanév utolsó tanítási napja pedig 2023. június 15-e lesz. Hétvégén zár a sóstói parkfürdő, azonban az élményfürdő továbbra is látogatható lesz, csak úgy, mint a fürdőgyógyászat. Idén mintegy 190.000 vendéget fogadott az Aquarius, ami a pandémiás időszak után egy jelentős emelkedésnek mondható, és ismét nőtt a külföldi vendégek száma az ide látogatók közül. Az idei szezonban szeptember 4-én fogadja utoljára a vendégeket a parkfürdő Sóstón, a szezonban pedig már nem lesz több éjszakai fürdőzés. Szeptember 5-től az Aquarius élményfürdő továbbra is üzemel, ősztől pedig főleg a gyógyfürdőzőket várják majd a megyeszékhelyen. Egy egészen sikeres nyarat tudhatunk magunk mögött, azt gondolom. A körülmények, az áremelések ellenére a vendégeink jól reagáltak, és hála Istennek szép számban érkeztek. Közel 190.000 vendéget tudhatunk magunk mögött itt a nyári 3 hónapban. Ugye augusztus végén még soha nem lehet pontos számot mondani, mert még a hitelezett belépések, egyebeket még összesíti a számvitel, és ezt követően tudunk majd egy pontos számot mondani, de az már látszik, hogy a tavalyi szezonhoz képest azért jóval komolyabb vendégszámot tudhatunk magunk mögött, mintegy 70.000 fős növekedéssel zárjuk ezt a szezont. Ami külön jó hír, hogy a külföldi vendégek aránya elkezdett visszarendeződni. Ugye a korábbi években még a pandémia előtt nekünk ez a teljes vendégforgalmunknak a 40%-át adták a külföldi vendégek, csak hogy egy érzékletes számot mondjak, ez tavaly 10% alá esett le a pandémia idején. Na most már hála Istennek ez 30%-ra sikerült feltornázni. Elég komoly marketing munkát tettünk a külföldi piacok megszólításában, és ez azért a vendégszámban is visszaköszön, meg a vendég arányban, a vendégek összetételében. A sóstói Hungest Hotel a szobaárakban a fürdőbelépőt is tartalmazza, és mivel idén meglehetősen magas volt a szálloda kihasználtsága, így jobb napokon akár 200-240 vendég is érkezett onnan, tette hozzá a főigazgató. A szökőkút is egy olyan attrakció, ami Sóstó fényét emelve egy organikus reklámfelületet biztosít az Aquarius számára, hangsúlyozta Podlovics Lajos, kitérve arra is, hogy az elmúlt években megcsappant látogatószám idei növekedése már a fürdőgyógyászatban is érzékelhető.
A vendégszámunk a gyógyászaton azért nagyon szépen kezd stabilizálódni, és magasabb a napi kezelés számunk, mint a korábbi években volt. Most ugye a nyár egy kicsit mindig holt szezon a gyógyászat szempontjából, de ennek ellenére a korábbi éveknél jobb számokat tudhatunk magunk mögött az idei évben. Még az őszi hónapok folyamán erre nagyon nagy hangsúlyt kívánunk helyezni, hogy minél inkább népszerűsítsük és kommunikáljuk ezt a lehetőséget. Idén negyedik alkalommal rendezik meg az Extreme Trail Terep akadályfutó versenyt Nyíregyházán, amit most plusz egy nappal meghosszabbítanak. Szeptember 10-én és 11-én a fürdőt is használhatják a nevező versenyzők, akik a parkfürdőben is különböző akadályokkal találkozhatnak majd. Lónyai Források mikrokonferenciát tartottak a megyei levéltárban Nyíregyházán. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit. Két személygépkocsi ütközött össze a László utca és a Szegfi utcai csomópontban szerda este. Egy személy megsérült, mindkét autóban jelentős anyagi kár keletkezett. Csütörtök reggel 7 órakor a Korányi Frigyes és a Krúdy Gyula utca kereszteződésénél is történt egy baleset. A csúcsforgalomban valósággal megbénult a forgalom, mivel a sérült járművek elfoglalták az egyik sávot. A belső körúton jelzőlámpa irányítja a forgalmat, irányonként engedi az autósokat. Közmű korszerűsítési munkálatokat végeznek ezen a szakaszon. A Luther utcánál újabb forgalomkorlátozás van érvényben az Iskola utcától a Luther térig, valamint a Luther tér és a Hadzell tér között. Azok is körültekintően vezessenek, akik az Ötvös utcáról jobbra kanyarodnak ki a Luther utcára. Az idei Lónyai emlékév kapcsán Lónyai Források mikrokonferenciát tartottak a megyei levéltárban Nyíregyházán. A néhai miniszterelnök díszpolgári oklevelét is bemutatták az eseményen, ami dr. Urrik Attila alpolgármester szerint nem csak egy embernek, hanem a megyének, sőt a magyarságnak is szólt. A történészek szerint az egyik legígéretesebb és legtehetségesebb magyar politikusunk volt Lónyai Menyhért. Elismert újító, a modern költségvetés bevezetője, a vasúti közlekedés megújítója, a folyószabályozás élharcosa, a mocsarak lecsapolója, akire sokáig nem vetült kellő figyelem. Az emlékezés jegyében tartottak újabb mikrokonferenciát hétfőn a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltárában, ezúttal elsősorban a Lónyai Források bemutatására helyezve a hangsúlyt. Ezt a programot, ezt a délelőttöt Tuzsér Község közalapítványával közösen szerveztük. Úgy gondolom, hogy ez számunkra, a levéltár számára rendkívül fontos, hiszen nem csak a helytörténetírást kell támogatnunk, hanem mindazoknak az ismereteknek a megjelenését is, amellyel a levéltáron kívül forrás alapú előadásokkal megmutathatunk, és amivel hozzájárulhatunk a tudások bővítéséhez. Fontos a múlt kutatása, hiszen a helyi identitásnak az alapja, hogy magukénak érzik-e a települések az adott térség életében meghatározó személyeket, hangzott el a köszöntőkben. A levéltárak Lónyai emlékeit felvonultató előadások előtt dr. Urrik Attila alpolgármester és a levéltár igazgatója dr. Kujbusné dr. Mecsei Éva mutatták be Lónyai Menyhér díszpolgári oklevelét, ami az alpolgármester szerint nem csak egy embernek, hanem a megyének, sőt a magyarságnak is szólt. Ezek a kivételes emberek, mint amilyen Lónyai Menyhért is volt, ők a tehetségük, a szorgalmuk, nyilván sokszor a szerencséjük által is olyat alkottak a mi kis hazánk számára, amely maradandó nyomot hagyott itt a jelen időben is. Ahogy az előttem szólók már felsorolták, hogy mennyi mindent tett Lónyai Menyhért nem csak a megyéért, hanem a megye által az országért is. Én gazdaságtörténészként hagy emeljek ki még egy dolgot, hogy a pénzintézeteink, a biztosító társaságainknak az ügyét is ő indította el, és az ő külföldi tapasztalatain szerzett tudása, illetve a nagy Széchenyi iránti rajongása volt az, amely Magyarországot elindította ezen a nem túl egyszerű, rögösnek tűnő úton, de szerintem ezt a napjainkban mindenki tudja nagyon jól, hogy ha nincs erős bankrendszer egy országban, akkor nincsen erős gazdaság sem. Tehát Lónyai Menyhért nyilván olyat alkotott, amely maradandó. Nem beszélnénk itt róla, nem hallgatnák ennyien, hogyha ez nem így lenne. És egy dolgot még kiemelnék történészként.
Azt, hogy valaki befut egy ilyen magas ívű és lényegében a csúcsokon abbahagyó politikai karriert, az lényegében az életének egy szelete. Van egy másik szelete is, amit képviselő úr is mondott, az pedig a tudomány. A tudomány iránti szeretet és alázat, hiszen ne feledjük el, hogy ő elég hosszú ideig a Magyar Tudományos Akadémiának az elnöke is volt, és oda azért csak a megfelelő embereket választja az a grémium, aki szintén nagy tudású emberekből áll. Ennek a kettőnek az ötvezete az, ami miatt egy város ad valakinek egy elismerést, mert ez azt gondolom, hogy túlmutat mindenfajta olyan határon, mint ahogy az ő politika pályája is túlmutatott. Ugye a Magyarországon, a Magyar Királyságon, hiszen egy nagy közép-európai államalakulatnak volt közös pénzügyminisztere. A mikrokonferencia megnevezés jelezte azt is, hogy a most Lónyaira irányított közfigyelemnek és a megtartott rendezvényeknek köszönhetően egyre többet tudunk róla. A közelmúltban 30 előadást felvonultató nyári egyetemet szenteltek a gróf alakjának, és a Magyar Tudományos Akadémián is tartottak róla szóló rendezvényt, de még így is jócskán maradtak feldolgozásra váró források, hangzott el a mikrokonferencián. Világbajnokságon vehetett részt Dobó Lilla. A fiatal nyíregyházi kosaras remekül játszott, így az U18-as EB keretbe is meghívták. A hétvégén ismét jetski versenyt rendeznek Leveleken, Rangos Mezőny érkezett a junior VB-re. Dobó Lilla nem sokat pihenhetett nyáron, meghívást kapott az U17-es kosárlabda válogatottba, és az edzőtábor után a Debrecenben rendezett világbajnokságon is részt vehetett. Olyan remek teljesítmény nyújtott a nyíregyházi kosársuli játékosa, hogy a magyarok közül ő töltötte a legtöbb időt a pályán. Nagyon boldog voltam. Először kételkedtem abban, hogy be fognak hívni a bőkeretbe, majd mikor bejutottam a bőkeretbe, azt mondták, hogy még nem láttak játszani, de hogy a végére egy nagyon pozitív csalódás voltam számukra, és nagyon boldog voltam, hogy egy világbajnokságon képviseltem a hazámat. A játékos azért is szerepelhetett olyan sokat, mert kifogástalan volt az erőnléte, erre nagy hangsúlyt fektetnek a klub csapatánál. Olyan felkészülés van, olyan dolgokat dolgozunk, ami eszközigényes. Hál' Istennek mondom, tehát szerencsénk van ilyen szempontból azért, mert Gáborban egy olyan szakembert találtunk, és mi ketten nagyon jól ki tudjuk így egészíteni egymást, hogy ő a fizikális részét azt maximálisan megoldja, mert ugye az a mai kosárlabda, ha tetszik, hanem igencsak elment a fizikalitás irányába. És az a csapat, ahol jó a fizikalitás, jól bírják a játékosok, megvan hozzá kellő technikai tudás, meg a taktikai tudás, na azok a csapatok fognak valamilyen szinten érvényesülni, és hál' Istennek a Lillában az mind a kettő megvan, akar, dolgozik, csinálja, ami nem megy, az pluszba gyakorolja, de hát sajnos így megy, másként ezt nem lehet megcsinálni. A magyar válogatott végül a 6. helyen végzett a VB-n, Dobó Lilla az U18-as válogatottba is meghívást kapott, és az Európa-bajnokságra utazhatott. Szeptember első hétvégén Európa legkiválóbb jetski versenyzői veszik birtokba a Leveleki Szabadidő Központ tavát. Az Európa-bajnoksággal egyidejűleg rendezik a Ski Junior Világbajnokság versenyét a 10-12 és a 13-15 éves kategóriákban. Nehezítette a szervezők dolgát a nagy aszály. Elég sokat dolgoztunk, bemértük radarra, végigjártuk az egész tavat, hogy hol lehet olyan vízfelület, összefüggő vízfelület, ahol legalább az a 80 cm-es, 1 méteres vízmérség megvan folyamatosan, és így hát végeredményben a tó fele, mint egy 100 hektáros terület az alkalmasnak bizonyult. Hát át kellett helyeznünk a startpozíciót, nem annyira látványos most a partról, mert ugye végeredményben a bóják és a pálya rész nagy része az átkerült a gát felé, de mindenképpen egy nagyon komoly, nagy pálya, egy nagyon technikás pálya és egy biztonságos pálya került megépítésre. Komonyi Lajos és Jászai Csongor személyében helyi kötődésű fiatalok is indulnak a junior VB-n, utóbbi címvédőként áll rajthoz. Senki nem tesz rám nagy tehát a csapat, a családom, ők sem mondják azt, hogy ezt meg kell nyerni. Én persze meg szeretném ezt nyerni, és ezt magamnak lerendezem magamba, hogy én ezt milyen helyezést szeretnék elérni, de ezért mindig azért egy nagyobb teher idejönni regnáló világbajnokként, mint egy kihívóként azért, mert ott így tőled várják a tavalyi
formádat, tavalyi eredményességedet, úgyhogy ezért ez mindig egy nagyobb teher. A három versenyből álló 2022-es Európa-bajnokság záró futamát a lengyelország és a portugáliai verseny után Magyarországon rendezik immáron negyedik alkalommal. Nyíregyháza és Levelek közösen házigazda. Nyíregyháza ugye egy sportkedvelő város, illetve a város vezetése mindig támogatja a sportrendezvényeket, és örömünkre szolgál, hogy már negyedik alkalommal kerül megrendezésre ugye az Európa-bajnokság, illetve a junior világbajnokság. Kategóriánként 3-3 futam lesz az EB-n péntek délutántól vasárnap estig, és a három futam összesítése dönti el a jetski magyar nagydíj végeredményét. Híradónk végén nézzük főbb híreinket, még egyszer röviden. A határidő előtt elkészült újabb három utca aszfaltozása, a futó közben a Hadik utcán és a Bújai téren befejeződtek a munkálatok. Az elmúlt években több száz utcán sok-sok kilométernyi szakasz kapott aszfaltburkolatot Nyíregyházán, ennek eredménye, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő utcák több mint fele korszerű, könnyen és biztonságosan járható. Csütörtökön elkezdődött a 2022-2023-as tanév. Országszerte mintegy 1 millió 200 ezer általános és középiskolás ült be az iskolapadba szeptember 1-én. Nyíregyházán az intézmények közelében több helyszínen is a rendőrség és a polgárőrség segítette a biztonságos közlekedést. Hétvégén zár a sóstói parkfürdő, azonban az élményfürdő továbbra is látogatható lesz, csak úgy, mint a fürdőgyógyászat. Idén mintegy 190 ezer vendéget fogadott az Aquarius, ami a pandémiás időszak után egy jelentős emelkedésnek mondható, és ismét nőtt a külföldi vendégek száma az ide látogatók közül. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!